Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit itt a Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának ebben a rövid sorozatában, amivel az a célunk, hogy egy pár alapszakunkat bemutassunk nektek, akik hallgattok minket és esetleg érdeklődtek a képzéseink iránt. Én Lengyel Nikolát vagyok, én is itt az STEBTK-n végeztem, és a mostani két vendégem a történelem szakot fogja képviselni ebben a beszélgetésben. Az egyikük Golovics Lilla, aki most negyedéves az osztatlan történelem tanári képzésen, másikuk pedig Molnár Ábel, aki pedig harmadéves végzős a történelem alapképzésen. Sziasztok! Első kérdés, amit mindenkinek fel szoktam tenni, hogy mi is az az első dolog, ami, hogyha azt mondom, hogy történelem szak, főleg itt az STEBTK-n, akkor az eszetekbe jut. Lilla? Őszintén, ami nekem így először eszembe jut magáról a történelem szakról, illetve a történelemről, mint tantárgyról, az az, hogy ismereteket tudunk szerezni a világról, és számomra ez volt az a legfőbb indok igazából, ami miatt a történelmet választottam, hiszen ahogy itt a 4 év folyamán megtapasztaltam, rengeteg ismerettel bővült a tudásom. Tényleg olyan dolgokat tudtam meg a világról, amikről azt gondolom, hogy nagyon fontosak. És ugye, ahogy már elmondtad, én tanárszakos vagyok, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a megszerzett ismereteket, ezt a megszerzett tudást átadjam a diákoknak. Talán, ami nekem eszembe jut a történelem szakról, az így 2,5, majdnem lassan 3 év után, az a forráskritika. Az egyik legfontosabb, amit így a történelem képzésünk során elsajátítunk. Ugye Lillát kiegészítve, ugye fontos az információ, és ugye amit folyamatosan súlykolnak belénk már az első fél év óta, az az, hogy ne higgyünk el mindent elsőre, próbáljunk meg több forrásból tájékozódni, és abból próbáljunk levonni olyan információkat, amiket az adott kor szellemiségében talán el tudunk hinni, vagy épp nem tudunk elhinni, és akkor azt félretesszük. Igen, azt hiszem, hogy a BTK-nak úgy alapvetően nem csak az STN, hanem bárhol az országban az az egyik legnagyobb erőssége. A kritikai gondolkodás, hogy erre felkészíti az embert, és megtanítja azt, hogy mit hány féle szempontból lehet igazából látni. Így van, én is észrevettem magamon például, hogy nem csak a történelem képzés során, vagy az órákon jönnek elő, hanem a mindennapokban is előjönnek, hogy akkor, ha hírt olvasok, akkor na, ez tényleg így volt. Ez igen, nagyon hasznos. Én egyébként még gyerekekkel is foglalkozom, és ott is nagyon erősen átjön az, hogy ők olvasnak valamit, látják az interneten, ugye a szociális platformokon, és akkor mondják nekem a híreket, én pedig mindig figyelmeztetem őket, hogy azért nem feltétlen kell hinni azoknak a dolgoknak, amiket egy forrásból ismerünk, vagy csak így tudunk tájékozódni belőlük. Már itt most ebben a beszélgetésben nem én vagyok az interjú alany, de hogyha a magam nevében is beszélhetek, én is mindig azt mondtam, hogy nekem azért érte meg leginkább a bölcsészképzésre járnom, vagy a BTK-t választanom. Egyszerűen megfogalmazom, mert kinyílt a világ. Kinyílt a tekintetem a dolgokra, és sokkal-sokkal más szemmel tudom már nézni az egyes dolgokat, amikkel találkozom így a világban. És a következő kérdésem ehhez is kapcsolódik, hogy mi motivált titeket abban, hogy a történelem szakot választjátok? Nekem szerintem olyan általános iskolás korom óta már volt bennem egy ilyen apró kis romantika úgy a történelmünk iránt, főleg a magyar történelem iránt és az őstörténet iránt, és nekem talán ez volt az, ami pozitív irányba billentette ezt az egészet. Nagyon kíváncsi voltam, és amit ugye Lilla is mondott az első kérdésre válaszolva, hogy bővíteni szerettem volna az információ raktáraimat, hogy megtudjak olyan dolgokat a világról, amit talán máshol nem tudik. Ami pedig engem leginkább motivált, az az volt, hogy gimnáziumban egy nagyon jó töri tanárnőm volt. Ugye én a tanári pályát is választottam a történelem mellett, vagy hát így a kettőt ötvözve, és az volt igazából a legfontosabb, hogy láttam azt, hogy lehet ezt nagyon jól csinálni, hogy lehet a történelmet érdekesen megtanítani a diákoknak, és nekem ez volt a legfőbb motiváció mindemellett, hogy így nagyon megszerettem a történelmet. Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ezt pont bele is akartam szűni a beszélgetésbe, mert azt hiszem, hogyha a történelemre gondolunk, akkor sokunk igazából fél magától a történelemtől, mert lehet, hogy sokunknak nem volt olyan középiskolai tanára vagy élménye, ami megszerettette volna velünk a töri tanulást. Ti mit mondanátok, hogyan zajlik nálatok egy képzés, hogyan kell ezt elképzelni, vagy mi az, ami vonzó ebben a képzésben? Ábel? A kérdésre így félig a válasz, az tényleg alapvetően a hibás oktatási koncepció ebben a szempontból, hiszen tényleg a súlykolják belénk, hogy akkor magad az évszámot, stb. Stb. Nálunk ezt már elvetették első fél évben, felütöd a telefonodat, és ott van minden, gyakorlatilag napra pontosan, ha tudjuk a napra pontosan, és ezt nem kérik.
Tőlünk azt kérték mindig, hogyha megfigyelünk adott eseményt, adott korszakot, adott intervallumot, arról tudjál olyan információkat leszűrni, olyan attitűdöket felhasználni ebből az információ leszűrésből, ami számodra a kutatás területedben hasznos, és próbálj meg megtalálni már a képzésed közben a helyedet. Ugye folyamatosan fél évről fél évre haladunk előre az időbe, és úgy tanulunk, tehát nem feltétlenül érdekelt mindig, amit én is tanultam, vagy kellett tanulnom, de olyan korszakokban is megtaláltam a helyemet, és próbáltam eligazodni, amik nem érdekeltek, és ezek sikerültek is. Igazából ugyanezt tudnám elmondani, amit Ábel mondott, hogy tényleg itt az a fontos, hogy hogyan állunk ezekhez a dolgokhoz, és nekünk mindig a tanáraink azt mondták, hogyha például igen egy adott korszakot vizsgálunk, akkor abban ne az legyen a fontos, hogy ugye az évszámok, meg ez a száraz anyag, hanem az, hogy például milyen szakirodalom van hozzá, ki milyen kutató, hogyan vélekedett az adott problémákról. És ez az, ami szerintem itt már nagyon fontos, és egyébként az egyik legérdekesebb része. Tehát például, amikor beadandókat írunk, akkor számomra is nagyon érdekes volt, hogy akár ellentmondások is vannak a szakirodalom, és ezeket megvizsgálni szerintem tényleg az nagyon izgalmas tud lenni. Azt nagyon fontos elmondani, hogy TDK-zni lehetne történelmi témákból, nekünk is ugyanúgy, nekünk kettő szakunk van, ugye nekem az angol a másik, mind a két szakpárból lehetne TDK konferenciára menni. Én viszont inkább a tanári vonalat ragadtam meg, tehát én mentor programban veszek részt. És ez mit jelent pontosan? Ez a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram, ami nagyon sokrétű igazából, alapvetően hátrányos helyzetű általános iskolákba küldenek ki minket, és velük foglalkozunk. Nagyon fontos, hogy ez élmény alapú program, tehát nem tanítjuk őket, nem korepetáljuk őket, csak abban az esetben, hogyha nagyon-nagyon szükség van rá. Programokra visszük őket igazából bowlingozni, pizzázni, és nagyon fontos, hogy megmutassuk nekik azt, hogy lehet más az életük. Ábel, te esetleg csinálsz-e valamit most így a tanulmányok mellett? Ugye most a szakdolgozatomat írom, ami ugye már olyan irányból orientál minket, amivel későbbiekben akár a mesterképzés során szeretnénk foglalkozni. Én is így választottam, de hogyha közben valaki szeretne, ha már az egyetem előtt felkeltette valamelyik korszak az érdeklődését, akkor annak a tanszéknek a tanszékvezetőjét vagy oktatóit fel tudja keresni, és az az oktató akkor mellé ül, vezeti a kezét, és olyan forrásokkal is el tudja látni, hogy akár publikáció szinten még egyetem közben megjelenhetnek, vagy hírportálokon megjelenhetnek cikkek. Ebből nagyon sok lehetőség van, és én úgy gondolom, hogy aki ki szeretné ezt használni, és tényleg ezzel szeretne foglalkozni, az már egyetem közben ezt meg tudja csinálni. Tök jó, hogy említetted amúgy ezt az oktatókkal való kapcsolatot. Ezt milyennek látjátok, mennyire tartotok össze, milyen a viszony a tanárokkal, oktatókkal? Lilda? Ez az egyik kedvenc témám egyébként, mert nagyon-nagyon pozitív. Tehát mi tényleg nagyon jóba vagyunk az oktatókkal, és azt kell mondjam, hogy egy partneri, egy kollegiális viszony alakult ki köztünk, főleg így már a negyedik év vége felé lassan. És ez nagyon jó érzés megtapasztalni, mert több más egyetemre járó hallgatótársaimtól tudom, hogy azért ez nem mindenhol van így. És pont ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos megbecsülni azokat az oktatókat, akik minket tanítanak, mert a hatalmas tudásuk mellett tényleg emberségből is, és nagyon-nagyon segítőkészek, és bármi probléma van hozzájuk, lehet fordulni, és tényleg nekik is az a céljuk, hogy mi fejlődjünk, és ez szerintem a legfontosabb, és az egyik legjobb hozzáállás. Én is a 2,5 évem során én úgy gondolom, hogy minden tanszéknek a vezetői és oktatói nagyon jól végzik azt a munkát, amit rájuk bíztak, vagy épp belső indítatásból ők végeznek. És tényleg ez nagyon fontos, hogy gyakorlatilag már félig meddig ilyen kollega viszonyba kezelnek minket, és én is számos helyen olvasom, hogy az nagyon hibás koncepció, hogy a diákot semmibe nézzük, vagy lenézzük. Ez demotiváló is lehet egyik oldalról, és ott is hagyhatjuk az egyetemet, de így most én azt tapasztalom, hogy ez nagyon sokat dob rajta, és nagyon sokat visz minket előre, hogyha bármiben elakadunk, akkor tudunk ihhez fordulni gyakorlatilag bármikor. És van-e esetleg bármilyen közösségi program, vagy tanszéki rendezvény, vagy bármi, amiben be tudnak csatlakozni a hallgatók, vagy ezek inkább ilyen önszerveződések a hallgatók között? Villa? 20-an vagyunk angoltörisek, és közöttünk egy nagyon jó kapcsolat alakult ki ez alatt a 4 év alatt. Így igazából mi szoktunk önmagunknak szervezni programokat. Szokott lenni történelem szakás, azon még nem voltam, de az is egy jó lehetőség szerintem, illetve minden télen februárban szokott megrendezésre kerülni a bölcsészvel, ami most is lesz. Úgyhogy ezek a lehetőségek vannak szerintem. Az nagyon fontos, hogy a saját évfolyamodon a hallgatótársaiddal megtalált a közös hangot, akár meg lehet osztani egymással a jegyzeteket, beszélgetni, véleményt kérni, és nálunk ez maximálisan megvan.
És akkor az utolsó kérdésem a sorozathoz kapcsolódóan, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Ugye itt a tanári mellett azért vannak más utak is, amit az ember választhat. Valószínűleg tanár leszel, de hogyha mégsem így döntenél, akkor milyen utak vannak előtted, illetve ugye Ábel előtt, mint alapszakos diplomát szerző hallgató? Mikor másodikosok voltunk, ugye első év végén kellett választanunk egy melléképzés a történelem szakunk mellé. Ugye nagyjából kétharmada adja ki a történelmet, és egyharmada ez a minor képzés vagy melléképzés. Én a régészetet választottam, mert hezitáltam, és ez talán fontos is lehet a következő hallgatóknak, hezitáltam, mielőtt felvételiztem, hogy történelem vagy régészet. És mikor tudtam, hogy régészet melléképzéssel történelem szakon van lehetőségem később mesterképzésre felvételizni, vagy ha meggondolnám magam, akkor másik képzésre is jelentkezni. Úgy döntöttem, hogy akkor történelem, és akkor mellette ezt elvégzem, és maximálisan megbizonyosodtam róla, hogy én ezt szeretném csinálni, ezzel szeretnék foglalkozni, és régészet a cél mesterképzésem. Elsősorban ugye középiskolai tanár szeretnék lenni, de egyébként most eszembe jutott, hogy például múzeumpedagógiával is lehet foglalkozni, illetve nekünk nagyon sokszor mondják az oktatóink, hogy csináljuk meg a PhD vizsgát, és akkor itt az egyetemen is tudnánk kutatni, illetve tanítani. Igen, szerintem itt két fontos információ is elhangzott. Ábel részéről ugye ez a minor képzés. Ennek igazából az a lényege, mint ahogy Ábel is elmondta, hogy igaz, hogy választhatsz egy alapszakot, tehát egy szakot, amire beérkezel az egyetemre, viszont az évek során, vagy már az első évtől kezdődően lehetőséged van arra, hogy egy minor szakot választ, tehát a saját szakod mellett egy másik szakot. Ezzel igazából majd, hogy nem két szakmát kapsz majd készhez, hogyha lediplomáztál. Van pár képzés, ahol nem megengedett, de hogy ha például ugye történelemre érkezel, akkor itt megengedett, hogy minor képzést válasz mellé. Úgyhogy ennek érdemes utána nézni, mert hogyha ugyanígy dilemmázol két szak között, mint Ábel is tette, akkor érdemes ezt a minor képzést választani. Illetve amit Lilla mondott, hogy ez a kutatói pálya, ami itt nagyon meghatározó, főleg a PT-ken, nagyon nagy támogatást kap az a hallgató, aki kutatói pályára szeretne térni. Úgyhogy ha esetleg ilyesmi is érdekel titeket, akkor ugye a doktori képzés mellett akár ezt a kutatói pályát itt helyben az STLPTK-n is tudjátok gyakorolni. Egy pár hasznos információt elmondanék így a felvételivel kapcsolatban, hogy a történelem szakhoz egy emelt szintű történelem érettségit kellett tennetek, illetve hogy a tavaly a ponthatár 320 pont volt az államilag támogatott képzésre. Ez ugye az osztatlan szakoknál szakpáronként változik, tehát ugye, hogyha tanárnak készültök, akkor egy szakpárt kell választani. A felvi.hu-nak a kapcsolódó oldalát most is belinkeljük a leírásba, illetve a BTK honlapján is a történelem szaknak az aloldalát, illetve a történelem szaknak a saját weboldalát is megtaláljátok majd. Köszönöm szépen a mostani beszélgető partnereimnek is, hogy itt voltak, és köszönjük szépen azoknak is, akik meghallgattak minket. Reméljük, hogy egy pici segítséget tudtunk nyújtani, hogyha esetleg eddig csak érdeklődtetek még a történelem szak iránt. Köszönöm. Sziasztok!